Tehát mindig kell akkora távolságot hagyni. Csak gondoljatok az erdőre, növénytermesztésre. Minden növény és minden fával kapcsolatosan a szakemberek tudják, hogy egyik fa a másiktól milyen távolságban legyen ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni. Ugyanúgy növényeknél is ugyanez megvan, és általában nagyon kis növények azok, amelyen szorosan ilyen bokorban vannak, nem tudnak nagyok lenni. Az egyházról, elég hívőkről pedig azt mondja Isten, hogy mindegyikük égigérő fává fog nőni. Nagy emberek lesznek Isten népe, minek a tagjai. Mert nem az egótól lesznek nagyok, hanem a bennük levő Krisztustól lesznek nagy emberek. Amen. És ahhoz a Krisztus fejlődjön bennünk, izmosodjon bennünk, minden képessége ki tudjon fejlődni, az fontos, hogy délről, északról, nyugatról, sőt még északról is kapjunk napfényt. Tehát megkapjuk minden oldalról azt a tápanyagot a mennyből, amely a növekedésünket és a fejlődésünket folyamatosan tudja biztosítani, és végül is Isten lesz bennünk minden. Amen. Tehát ezért ne árnyékold be a testvéredet. És ezért vigyázz. Egyik kereszténynek erősebb az akarata, karaktere, a másiké gyenge. És különösen arra vigyázzál, akinek gyengébb, a törékenyebb az akarata. Ne használd ki. Soha ne mondjál olyant, hogy gyere, megyünk. Az emberi méltóság tisztelete azt jelenti, hogy a rendelkezési jogát tiszteletbe tartod. Megkéred, hogy van-e kedve, nincs kedve. Akarja, nem akarja. Mindig nem utasítás azt neki, hanem behozod a döntési szituációba, hogy dönthet. És nem manipulálod, hogyha mégis olyan döntést hoz, ami ellentétes a te várakozással, nem sértősz meg rá, ember. Nem kezdesz sírni, mint néhány feleség. Nem oda megyünk nyaralni, ahová akarsz. Akarok én. És akkor elkezd sírdogálni napokig, és végül a férj bedobja a törül között. A békességért inkább menjünk oda, ahová te akarsz. Parkolóba, odaállunk, ahová te akarsz. Csak ne sírjál. Ki lehet ezt kényszeríteni, emberek? Sok mindent meg tud csinálni az ember a békesség kedvéért. Különösen a férfi lélek, azt jegyezétek meg, nem szereti, ha otthon macerálják. Ez Bibliában van megírva, nem én találtam ki. Azt mondja Salamon, ő már csak tudja, 1000 feleségét, hogy jobb a tető ormán lakni, mint zsémbelődő asszonynal egy fedél alatt. Nem azt mondja, hogy néz ki a feleség, ha a világ legszebb nője, akkor is jobb neked a padláson aludnod, mint hogy hallgatnod az állandó gyötrését. Delila is így altatta el, illetve azt mondja a Biblia, hogy halálosan elfáradt Sámsonnak a lelke. És amikor a halálosan elfárad, az azt jelenti, hogy az akaratból kimegy az erő. És nagyon sok ilyen porszívó hölgy van, aki a férjének az akaratából kiveszi az erőt, és nem gondolkodik, hogy a biztonságot pontosan ez adja számára, hogy a férjének erős az akarata. Persze nem vele szembe használja a bölcs férfi, hanem a dolgoknak a igazgatására, családfenntartásra, stb. És ezért, hölgyek, vigyázzatok a férjeteknek az akarat erejére, nem kell tenni egy valami a szívógépet, hogy kiszívni az erőt, mert elmegy holnap dolgozni, és holnap a munkahelyén mindenkivel hisztériázni fog. Ezekből lesznek a hisztérikus férfiak. És megbuknak, mint vezetők.
Hú. Viszont mindenkinek tudni kell, hogy elsősorban a rossz felett kell uralkodni, és nyilván a körülmények fölött is uralkodnunk kell, de Isten nem adott arra a jogosítványt senkinek sem, hogy embertársai fölött uralkodjon, és igazgatja a sorsát, sőt, bizonyos idő után rá kell döbbened arra, hogy a gyermekeidet is át kell adnod az Úrnak, nem irányíthatod az életüket. Meg kell adni a megfelelő időben a muníciót ahhoz, hogy tudjanak az Istenben járni, alárendelni magukat Isten akaratának, ne legyenek lázadók, ennyit megtehetsz, de egy bizonyos kor után nem lehet egy egészséges gyermeket, ami már nem gyermek, hanem felnőtt, kézi vezérléssel irányítgatnod. Ez vedd el, kérlek, feleségül, ne azt. Tanácsokat persze lehet adni, de ezek ostobaságok, hogy te akarod kijelölni a házastársát, meg a foglalkozását, a munkahelyét, stb. Stb. Szempontokat, tanácsokat, ha kér, adhatsz, de kényszerítésnek és manipulálásnak semmi lehető, tartózkodj el ettől. Bezony. Sok esetben, ha erős a kontroll, akkor nem térnek meg sohasem a lázadásból. De lehet, hogy a rossz dolgokat csinálnak, és te előre látod, hogy az a döntés az nem jó, akkor is jobb, hogyha megvárod azt, hogy míg az órát beüti a falba, és addigra készítsd elő az egészségügyi csomagot, hogy amikor vérzik az óra és a feje, akkor egyből tudjál neki segíteni. És hidd el, ha nem hülye a gyerek, akkor magától is levonja a megfelelő tanulságokat, hogy azon az úton többet nem fogok járni. Nem tudjuk megtartani a gyermekeinket, az Úr kegyelme tart meg mindannyiunkat, tehát ezért arra kell nevelnünk magunkat is, másokat is, hogy az Úr uralma alá helyezzék magukat. Jézus azért tölt be Szent Szellemmel és tűzzel, hogy a Szent Szellem uralma alatt álljon a személyiségednek minden területe, és a Szent Szellemnek a vezetése érvényesüljön az életedben.